Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 8-án kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, és kinyílik itt egy ajtó a spirituális területre. Az, hogy mikor van egy ilyen portál nap, azt a maják számították ki. Tehát a forrás az a maja kalendárium. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Ott megtaláltok Dendera, Susanna, Medici, ha érdekel benneteket ez a maja naptár. Ezen a portál napon, február 8-án tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. E-mailen keresztül jelentkezhettek erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Visszatérve a maja naptára. Tehát a forrás az a maja naptár, ezeknél a portál napoknál. Február 8-án indul egy új hullám. Ebben a maja naptárban van ugyanis 20 hullám vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. Február 8-án indul egy új hullám, mégpedig a 6. hullám, és eltart február 20-áig, tehát 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy ez a szám szerencsét hoz, a szerencse száma. Ezen a portál napon és ebben a 6. hullámban is arról van szó, hogy valaki gondol rád a múltból. Sőt, az is lehet, hogy jelentkezni fog, hogy visszatér hozzád valaki. Ez a hullám, ez a 6. hullám jelentheti azt is, hogy vannak nálad emlékek a múltból, vagy gondolsz valakire. Ezen a portál napon például felveheted valakivel a kapcsolatot, aki fontos számodra a múltból. Ebben a portál napban van egy szimbólum is, mint minden napon ebben a maja kalendáriumban. Február 8-án ezen a portál napon Kimi uralkodik. És ez a Kimi egy hidat jelent, egy hidat köztünk, vagy a földünk között, és az égi hatalom között. Megvan a kapcsolat az égiekkel. Kimi nem csak ezt a hidat jelenti, az égi hatalom és köztünk, hanem ez a híd, ez lehet egy szimbólum így a hétköznapjainkban is. Amikor kiépítünk valamit, ami még egy átmeneti időszak. Mint egy híd. Elhagyjuk az egyik partot, de még az új part nem látható. Ez egy átmeneti időszak. Kimi uralkodik február 8-án, ezen a portál napon, de mivel ez az első nap ebben a 6. hullámban, Kimi kihat az egész hullámra is.
vezeti ezt a hatodik hullámot. Tehát ez az égi hét, vagy egy hét a hétköznapjainkban nem csak február 8-án hat, hanem ez az energia kihat február 20-áig ebben az egész hullámban. Persze minden nap jön egy új szimbólum ehhez. Miről van szó tulajdonképpen ennél a hétnál? Lezárunk valamit. Elhagyjuk az egyik partot. Itt a múltról van szó. A jelenben ott vagyunk középen, ezen a hídon. De az új partot még nem értük el, sőt az is lehet, hogy az új part még nem látható. És ezen a portál napon, vagy ebben a hatodik hullámban az a fontos, hogy konkrétan írjuk le azt, hogy mit várunk el ettől az új parttól, hova akarunk odaérkezni, milyen céljaink vannak, és legyen meg ez az irány, hiszen az égi segítség most megvan ennél a kimi energiánál. Például, ha szeretnél valamit változtatni a munkahelyeden, akkor ebben a hullámban, vagy ezen a portál napon, akkor tudd azt konkrétan, hogy mi az, amit szeretnél elérni a munkahelyeden. Vagy, ha arról van szó, hogy nem érzed jól magad a környezetedben, ott, ahol élsz, akkor gondolkodj el azon, ott akarsz maradni, vagy szeretnél elköltözni. De akkor most konkrétan írd le azt, hogy hova szeretnél elköltözni, és legyen ez a cél, mert akkor ez lesz az irány. Vagy szeretnél valamit javítani a családi kapcsolatban, vagy a barátokkal, ismerősökkel, akkor ezt is leírhatod, hogy milyenek az elvárásaid. Persze ez az energia kihat a párkapcsolatra is. Konkrétan azt leírni, hogy ki ez a férfi, vagy ki ez a nő, mit vársz el tőle, hogyan tudnátok kialakítani ezt a tartós, szép párkapcsolatot. Akkor tudod azt, hogy ez a híd hova vezet, melyik a másik part. Ezen a portál napon és ebben a hatodik hullámban is az a fontos, hogy tudd azt, hogy mit akarsz elérni. Ne kérdezz rá arra, hogyan, vagy milyen irányba. Legyen meg a bizalom, hogy ez a híd oda vezet téged. És ez a híd, ez egy égi híd is, hiszen megvan a kapcsolat az égi hatalommal, az isteni hatalommal, vagy ott vannak az angyalok, kell a hit, kell a bizalom, hogy mindez elérhető. És pontosan ezekről a témákról van szó ennél a szertartásnál, hogy milyen célok vannak, hogy tudnád azt elérni, hogy tudnád elengedni, hogy legyen meg a bizalom, hogy minden magától fog kialakulni. Amit még elmondanék, az kicsit az asztrológiából van. Vénusz bolygó, az jelenti a szerelmet, vagy bennünket, hölgyeket. Vénusz bolygó ezen a portál napon, meg a következő napokban is egy nagyon jó kapcsolatban van Uránusz bolygóban. És Uránusz bolygó jelenti a változásokat, vagy egy meglepetést,
Tehát itt lesz egy jó irány, vagy jön egy kellemes meglepetés. A nap megvilágítja Vénusz bolygót. Ez is egy jó kapcsolat. Az jelenti azt, hogy itt tisztázódnak bizonyos dolgok, ami a szerelmet illeti, ami a párkapcsolatot illeti, vagy a nap besugároz bennünket, hölgyeket, megvan ez a magabiztos fellépés, vagy mások észrevesznek bennünket. Van egy jó kapcsolat Jupiter bolygó és Szaturnusz bolygó között. Jupiter bolygó az megnagyobbít valamit, Szaturnusz bolygó az pedig jelenti a korlátozásokat. Lehet, hogy ez most fontos, hogy meglegyen az egyensúly, hogy ne túlozzunk el valamit. Jupiter bolygó az jelenti az igazságot, vagy kimutatja azt, hol történnek igazságtalanságok, ez lehet egy bírósági ügy is, és Szaturnusz bolygó az jelenti itt a korlátozásokat eddig és ne tovább, azon kívül segít abban, hogy itt valami tisztázódjon, hogy rendeződjenek a dolgok abban a helyzetben, amit igazságtalannak látsz. És ez volt a felvétel. Nagyon örülnék annak, ha leírnátok a véleményeteket a kommentárba, vagy ha tetszett ez a videó, akkor lájkeljétek, vagy jelöljétek fel magatokat a csatornámra. Ennek is nagyon örülnék. Persze meglátogathattok nyugodtan a Facebook oldalamon, abból kettő van, az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici, ahol a Maja naptár található. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!